nehezen tudok átkötni. Sziasztok, én Kis Zoltán vagyok, Mozaik Lászton, és azt fogom nektek bemutatni, hogyan vittük be a világítást és az érintés érzékelést a hideg burkolatokba. Mi azt gondoljuk, hogy akárcsak a zenében a hangulatnak az ereje nagyon fontos, és ezt meghatározza a különböző fényekkel játszunk, és például ezeket kivetítjük objektumokra, vagy a meglévő hideg burkolatnak a színét, milyenségét változtatjuk meg egy-egy világítással. Ezen felül azt gondoljuk, hogy nagyon fontos az, hogy a mai világban, amikor már benne vagyunk ebben a tabletes korszakban, legyen minden elérhető, érintés érzékeny. Tehát tudjuk swipe-olni a falat, csak megérintjük a megfelelő felületet, akár egy medencében, egy jacuzziban, ez elérhető az érintés modulunkkal, ami egyébként egy magyar szabadalom. Itt látjátok beépítve, az anyagokat tekintve bármilyen hidegburkolattal dolgozik együtt a megoldásunk. Üvegmozaikkal kezdtük el, azért láttok sok üvegmozaikot, de porcelán vagy onyx bármilyen egyéb más anyagokkal is együtt működik. És néhány alkalmazást szeretnék bemutatni. Az egyik az, ha jól tippelem, az egyik építésznek a fürdőszobáját látjátok, ahol az érintés modulunkat arra használjuk, hogy a világítás kapcsolja a fürdőszobában. Vízálló, lépésálló, tehát lehet a padlóba is használni, akár wellness környezetben, bárhol kapcsolatunk bele bármilyen eszközt. A következő kép az arról szól, hogy ez azon túl, hogy egy smartphone, smart city rendszernek lehet egy input-output interfésze, tehát tudunk kiírni, világítani, ugyanakkor egy szuper smartphone rendszerünknek lehet egy interfésze az, hogy megérintjük a falat, a gyerekek szeretnek ezzel játszani, vagy akár mondjuk egy hospitality érában, ahol mondjuk a különböző jelzőfényeket egy kicsit a dizájnnal keverve funkciót is adunk a jövőnek. Ezek alapján ki az, aki gondolna vásárolni egy érintő modult? Tegye fel a kezét. Köszönöm szépen. Ez látható többség. A következő, nagyon szeretnénk bejutni a vízi VB-re, még nem sikerült, akinek van kapcsolata, keressen meg. Képzeljétek el, hogy mondjuk a medencében a különböző csíkokat ki tudjuk rakni. Képzeljétek azt el, hogy mondjuk ezek interaktívak, vagy képzeljétek azt el, hogy mondjuk beállítjuk a világbajnok időt, és akkor csak úszni kell utána az úszónak. A következő alkalmazás az egy egyszerű nappali. Itt a hidegburkolat van keverve a nappali belső dizájnjával. A kijelző modulunkról nem beszéltem még. Bármilyen kijelzőként használható, tehát ezek is egy új funkciót adnak a meglévő hidegburkolatnak. Nagyon fontos, hogy itt nem műanyag kijelzőkről beszélünk, hanem arról a hidegburkolatról, amit mindenki ismer, szeret megfogni, megérinti a porcelánt, a zsolnai porcelánt dolgozunk együtt, vagy megérinti a különböző ismert felületeket. Tehát ennek ez volna a lényege. Fontos beszélni arról, hogy ez egy moduláris, könnyen installálható termék, tehát egy csempe telepítésével hasonló munkát kell elképzelni. A modulárítása miatt ugye tervezhető, tehát egyedi alakokat ki lehet, egyedi tervezéseket bele lehet vinni a felületbe, és az installációja pedig működés közben is várható, tehát egy normál burkoló reményeink szerint meg tudja ezt oldani. Jó, és hát néhány megoldást szeretnék felmutatni ebbe az időben, ami rendelkezésre áll. Az egyik visszavonavilágot látok itt, Tiszakéskére kell ezért elmenni, ez 2012-ből való. A következő, hogyan lesz a tervből megoldás? Itt látjátok a tervét a Divinónak a bazilikánál, és hát ezt alakítottuk át a tervezőnek egy mátrixos tervéből, lett egy ilyen fény játékos valami hátul. Ugye nagy gond a gőzkabinok, a wellness területek megvilágítása. Itt, amit látok, ez tipikusan egy olyan tervezés Miskolc-Tapolcán, ahol az volt a fontos, hogy legyen fény, legyen egy kellemes hangulatfény,
ugye vízálló, könnyen tisztítható, nagyon fontosak ezek az elemek, és hát ezt látjátok itt a képeken. Úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy nagyon fontos az, hogy bevigyük ezt a hangot a hideg burkolatban, bevigyük a már meglévő, ismert, szeretett felületekben az új technológiát és innovációt, és azt gondoljuk, hogy ezt lehet szépen is tenni, úgyhogy én gyakorlatilag ezekkel a képekkel szerettem volna nektek most bemutatkozni a Mozaik Lights oldalára. Köszönöm szépen, és... Igen, a nagy beszélt kérdés jön? A terméknek szuper ára van. Azt el kell mondjam, hogy ha ilyen tervezők vagytok itt, hogy valakit érdekel, hogy benne vagyunk tényleg abban a price range-ban, amit elvárható. Gyakorlatilag olyan 40-50 ezer forinttól indul fölfele a termék. Ha csak egy szimpla kapcsoló kell, vagy csak egy szimpla világítás, akkor ugye innen el lehet indulni. És aztán persze, hogyha volt olyan kérdésünk, hogy az árnyékot szerette volna kövesse az ügyfél, hát azok magasabb. Modulárakról beszélünk, igen. Tehát mondjuk egy ilyen fürdőszobát így összerakni egy pár fényből, az egy pár százezer forinttól indul fel. Hát van egy... A kérdés az, hogy hogyan lehet cserélni. Köszönöm a kérdést. Gyakorlatilag ugyanúgy lehet cserélni, mint egy normál csempét. Csináltunk egy ilyen próbát a Móra-halmi medencében, ott ilyen jacuzzit kapcsolunk a társmodulra. Ha megnézitek, ott csináltunk ilyen cserét, 2,5 óra kísérletük az összes modult. Gyakorlatilag ez egy normál ilyen csempecsere munka. El kell mondjam hozzá egyébként, hogy minden modulunkban speciális vezérlés van, amitől ugye próbáljuk megóvni azt, hogy vigyázzunk az élettartamra, illetve redundanciák is vannak a modulokban, tehát azt gondoljuk, az élettartam azért elég erős, tehát a cserére eddig még nem volt szükség. Nem tudom, van még kérdés? Itt van. Hogy működik igazából? Na, hát... gyakorlatilag a szabadalmunk lényege az, hogy a már ismert külön megoldásokat raktuk össze, és ezen dolgoztunk a Műszaki Egyetemmel együtt, hogy ne legyen probléma a hűtésekkel, az élettartammal, ezek vannak benne a moduljainkban. Az érintés érzékelés az gyakorlatilag az is egy új a fejlesztésünk. Hogyan működik? Egy sör mellett, nem tudom. Jó? Össze kell dugni egyszerűen, csak bedugod, összedugod. A lámpán tud, igen. Igen, a kérdés az, hogy kültéren is lehet alkalmazni. Igen, lehet alkalmazni, tehát ez teljesen vízálló lépéssel álló. Gyakorlatilag minket annyira nem érdekel a felület, mi alatta vagyunk. Így aztán úgy is lehet alkalmazni, például van most Hollandiában egy ilyen alkalmazás, egy ilyen zebrának akarna megvilágítani. És ott az érintés érzékelőt azt egy olyan alap alá szeretnék lakni, ami nem is átlátszó, tehát nem is lesz ott fény, csak éppen érzékeli a maga alap, hogy ott van valaki. Kültére is lehet rakni, Vegasban és a Middle Eastben van egy ilyen történet, hogy mondjuk a nappali fények belekapcsol az automatika. 80 fokot nem szeretjük. Nem tudom, van még kérdés? Itt van. Jó, a kérdés az, hogy kap ez áramot. Jó, a kérdés, kell vele áram. A jó hír az, hogy ugye ez a szuper modern green LED technológiában alapszik, tehát nem kell vele sok áram. Áramot azt úgy kap, hogy a modulok azok több oldalról kapcsolatok egymáshoz, és gyakorlatilag összepakolja az ember, és akkor utána egy ilyen láncszerűen, akár redundáns önbetáplával lehet táplálni. Van még kérdés utolsó? Jó, ez volt az. Köszönöm szépen. Még utolsó kérdés, gyorsan. Köszönöm szépen a kérdést, várjuk a pénzeket. Gyakorlatilag a projektünk néhány éve az egy magyar család által lett finanszírozva, mint angyal befektető. Köszönöm a kérdést, várjuk a venture szintet, tehát a következő szintet azt keressük most, igen, hogy hatékonyan kilépjünk. Köszönöm szépen!
Sziasztok!